Sziasztok! Van egy olyan tudományos elmélet, miszerint a szabad súllyal végzett edzés hozza a tömeget, és a csigával végzett gyakorlatok azok csak ilyen izolációs gyakorlatok, ezek nem tudnak tömeget növelni, hanem ezek csak formák, tudnak ugyanbocsán szálkásítani, na ez egy fasság. Most mutatok egy olyan csigás gyakorlat, konstrukció hülyeséget, amivel egy kicsit változatosan tudod tenni a biceps edzésedet. Sőt, esetleg ha nem jól érzed a bicepset edzés közben, mert lehetnek ám azért ilyen mechanikai problémák, amivel mindig előszeretettel szoktam beszélni, hogy a gravitáció miatt, amit lefelé húzza a súlyt, lehet, hogy olyan pozícióba kerülök a könyököt, a karod, a lábad, a köcsöd, akármit, hogy éppen nem fog arra az izomra adni. Például a tárogatásnál az a tipikus legjobb példa, amikor a felső oldalon van a súly, ugye fekszel vele, akkor a gravitáció az lefelé hat és nem húz semmit a mellizmodon. Ugyanezt a mozdulatot, mert ugye akkor kifelé kéne húzni a súlynak a kezdered, de nem tudja kifelé húzni, mert a gravitáció az lefelé hat, tehát ilyenkor csak fogod a súlyt, tartasz és nem történik semmi. Na ugyanez az esetben fennállhat akár biceps gyakorlatnál is, de hogy ez most fennáll-e vagy nem, azt nem tudom, mi minden esetre most ezt a gyakorlatot fogjuk csinálni, és gondoltam arra az esetleges ötletre, hogy felveszem nektek, mert hasznos lehet. A csigán levő behúzást azt mindenki ismeri, most ezen mi fordítottunk egyet, egészen kifordított pozícióból befelé húzni csigán, ami azért marha jó, mert kifordítja a vállat, és meg tudod akadályozni azt, hogy a váll beleszóljon a biceps gyakorlatban, mert egyébként előszeretettel szoktott a váll bedurrani biceps gyakorlattól, ennek az az oka, hogy a váll alatt van a biceps egyik fejének a tapadási pontja, és amúgy is célszerű a bicepsnél, hogy a teljes feszülés meg legyen egy kicsit a könyököt előre húzni, de sajnos nem a vállizommal, hanem a bicepszel kell előre rántani a könyököt, hogy meg legyen a csúcs összehúzódás. Ez nem tudom érthetője, de higgyétek el, igyekeztem. Szóval ez a gyakorlat. Ez a felső csigás biceps húzásnak is fel lehet fogni, hogy annak egy verziója, ezt viszont nem sikerült értelmesen elmondani. Ezt eredetileg én így találtam ki, de kényelmi okokból, és azért, hogy ne tudjam csalni, ezt ülve fogok végezni. Teljesen kinyújtott kar, de természetesen nem feszítem ki mindenki születet, és így meghozom be. De itt megvan a csúcs összehúzódás, a könyöke belül van, lassan vissza. Elfejtettem súlytatni rá. Nos, a gyakorlat innen nézve, szokásos doblőrünkkel, Attilával. Doblőr, igen, őre akár mindegy. Az a dolognak a lényege, mint láthatjátok, a biceps behúzása itt történik. Az, hogy most a kar ki van nyitva, az egy dolog, nem is szabad behúzni a felső testünk mellé, de ugyanúgy a bicepsnek a nyúlása és a befeszülő csúcsösszehúzódása, mint mozdulat, egy-egyben megvan. Itt is egy kicsit hülye a kar pozíció, furcsa a karnak a tartása, de elég jól sikerül nekem legalábbis kiküszöbölnöm a fának a munkáját. Nem kell lassút használni, itt is az a cél, hogy csúcsösszehúzódás és akkor onnan lassan kiengedjük, viszont a feszülés az végig megvan, mert a csiga miatt végig hatnak az erők, végig húzza a bicepset. Egy egész picit a csúcs összehúzódásnál azért itt is elgyengül a téma, de nem fogom most szemléletes ábrákkal berajzolgatni, hogy mennek az erők, teljesen fölösleges. Ennél a gyakorlatnál is alapvető az, hogy negatív szakasz lassú legyen, anélkül nincs is értelme igazából neki kezdeni rángatva. Meg legyen a csúcs összehúzódás, arra itt azért eléggé koncentrálni kell, eléggé az alsó fejeket húzza meg ez a gyakorlat a squat padhoz hasonlóan egy kicsit. Most
Természetesen itt is a magasabb ismétlés szám ajánlott, mert 6-os ismétlés tartományban ezt nem fogok megcsinálni, ezt gyakorlatilag normálisan segítizmok igénybevétele nélkül. Én mai napon 15-öket csinálunk, 20-szal kezdtük és én 15-ös sorozatokon már. Na itt a vége lassan. Az olyan izomcsoportoknál, ami esetleg a gyengétek, ne féljetek kísérletezni, mert biceps, a triceps, vagy akármelyik izom nem ismeri a gyakorlatokat. Csak egy munkát tud elvégezni, össze tud húzódni csúcsösszehúzódásba, de nem csak így van csúcsösszehúzódás ruddal, nekem speciál pont így nem nagyon van, mert ha megnézitek, akkor amikor most fölhúzom a kezemet, hogy meg tudjam feszíteni a bicepsemet, akkor a két öklöm nem így áll, tehát nem tudnék egy rudat megfogni. Nekem már az alkarmat búzeránál nem tudna megfeszülni teljesen. Talán francia ruddal, de azzal se tökéletes. Feltéve a pont nekem van méretezve a rudat, ahol a fogás szélesség van, de hát olyan rudak nincsenek, ami állítható. Kihúzni meg nem tudom, annyira nem vagyok erős. Szóval ne féljetek attól soha, hogy megtaláljátok azt a mozdulatot, ami nektek tökéletes az adott izomhoz. Nem biztos, hogy ez egy olyan gyakorlat lesz, amit eddig ismertetek, de nem szabad gyakorlat specifikusan gondolkozni, hogy most ez a gyakorlat ezt csinál, az a gyakorlat azt csinál, mert azon kell gondolkozni, hogy az izom mikor végez munkát, mikor feszül meg, mikor van csúcsösszehúzódása, és mikor úgy csinálta, mint a boxolók. Coco! Rocky! Hamed! Ki van még? Többet nem tudok, majd szólok a Winklernek, mert ő tudja az összes kibaszott boxolót fejből, ilyen katalógus. Ali! Összehúzódás, lassú negatív szakasz és az izomnak a kinyúlása. Ezt kell érezni, hogy hol van. Sosem az ízületet kell kiroppantani, mint az állat, csak eddig kell kinyújtani, ami az izom. Anyádat! Mennek tüzet oltani. Az a lényeg, hogy ezt a mozdulatot találjátok meg, hogy tökéletesen ezt a munkát elvégzi, és azon felül, hogy ez milyen gyakorlatban nyilvánul majd meg ez a mozgás, funkció, az kurva mindegy. Úgyhogy ne féljetek kísérletezni.